Sziasztok! Bizonyára nem sokan tudjátok, de én filmeket is szoktam sűrűn nézni és elemezni. Leginkább a sci-fi, CGI, vígjáték és horror filmeket szeretem, és habár nem vagyok egy igazi filmkritikus, én úgy érzem, az átlagnál jobban tudok elemezni és véleményt nyilvánítani egyes filmekről. Ezt a következőkben megpróbálom bebizonyítani, úgyhogy most jöjjön 25 film, amik nekem tetszettek. A lista felépülése egy piramisra hasonlít, és egyre feljebb és feljebb haladva következnek az általam egyre jobban kedvelt filmek. Megjegyezném azért, hogy ez a lista egy nagyon finom képet mutat a tetszett filmjeim listájáról. A piramisban szereplő filmek felváltva tetszenek. Hol az egyik tetszik jobban, hol a másik. A lista inkább egy általánosító szerkezet, ami nem feltétlen az én véleményem mutatja csak, hanem a film sikerét, kiadási időpontját és hasonlókat is. Azokat a filmeket, aminek több része is van, de nem adtam meg, hogy hányadik részről van szó, ott mindegyik részére értem az elemzésemet. De akkor kezdjük is a legaljáról. Angry Birds. Ebben a filmben nekem főleg piros karaktere tetszett. Az a kis mérges és utálkozó típus, aki a végére jó fej lesz. Ez idő alatt küzd a malacokkal és a saját falumbeli társadalmával, de a vége happy end lett és ez így jó. Szenül a nyomában. A film története szuper, egyszerűen fantasztikus. Számomra az a jelenet tetszett a legjobban, amikor megtalálták egymást Szenilla és a szülei. Egyébként erről a filmről még egy kis music videóm is van, amit a leírásba ki is bigyeztettem. Az egyetlen gond csak az volt a filmmel, hogy számomra kicsit unalmas volt a közepe. Nem tudom miért, de valahogy nem találtam izgalmasnak, és végtére ezért került ez a film az 5. helyre. Képlet. A film alapvetően jó, de sok benne az unalmas rész, és attól függetlenül, hogy ez egy sci-fi kategóriájú film, számomra annyira nem tetszett, de ennek azért elment. Feledés. Egy nemrégiben kiadott film, ami egyszerűen fantasztikus. Ha a piramis alakja nem ilyen lenne, akkor ez a film is biztos, hogy feljebb került volna. Az egyetlen dolog, ami nem tetszett benne, az az, hogy a végén meghal a főszereplő, és bár a felesége kap helyette egy másolatot, hát az mégsem az igazi happy end. Turbo. Habár a film még 2013-as, és én most jutottam el odáig, hogy meg is nézzem, és mondjuk a film még számomra is elég gyerekes volt, mégis egyszerűen tetszik. De még egy érdekességet azért megjegyeznék itt a végére, ha szabad lenne. A film vége felé van egy jelenet, amikor Turbo azt a genyó vagy kicsodát átugratja a falról elrugaszkodva. Később ugyanezt a trükköt eljátszotta a Pixar, az ezután 4 évvel később kijött Verdák 3-ba, és ez azért felvet pár kérdést. Például, ez egy elterjedt drámai jelenet, amit teljesen véletlenül a Pixar és a DreamWorks is felhasznált? Mindkét csapatnak spontán eszébe jutott ez a trükk? Vagy netán a Pixar kopiszta a DreamWorks-et? Vissza a jövőbe. A 80-as évek igazi filmje. A film fantasztikus, van pár érthetetlen rész benne, főleg így, hogy össz-vissza utazgatnak, de hát a kor egyik legjobb sci-fi filmje, és én szívesen megnézném még egyszer, ha sor kerülne rá. Paul. Az űrlény karaktere nagyon érdekes. Feltételezem az évek alatt laza lett, és úgy látom a cigire is rászokott. A 3 idióta kalandjai fantasztikusak. Nekem elnyerte a tetszésemet a film, de hát azért ez mégsem állhat az első helyen, igaz? Agymanok. Az, hogy egy kislány agyában lévő dolgokat mesél el egy film, az nagyon szuper. És habár a film kisgyerekeknek készült, tőlem megérdemel annyit, hogy feltegyem a listára. Már csak harag miatt is. Run. Forráskód. Megjegyezném egyébként, hogy a film YouTube-on is elérhető, és habár a legtöbb embernek lehet, hogy ez egy kicsit unalmas, hogy lényegében ugyanazt a jelenetet többször is átéli a főszereplő, nekem mégis tetszett annyira ez a film, hogy felkerüljön a listára. És most jön a 4. szint, amikor is megszűnik minden általunk ismert fizikai törvény. Amúgy nem, az még kicsit odébb van, de ezek a filmek már egy fokkal jobbak, mint az 5. szintben. Kung Fu Panda. A film főleg a vicces részeivel fogott meg engem. Konkrétan 3 részen át szétröhögtettek Po baromságaival, és nekem már kiskoromban is ez volt az egyik kedvenc filmem. Mars, az utolsó napok. Ez a film bizonyos részei miatt talán nem is érdemli meg a 4. szintű helyet, de alapvetően egy jó kis film, főleg amikor mindenki marslakó zombibá változik, és mindez egy olyan bolygón történik, ahol a valóságban még nem is jártunk. Rőjtélyes.
Pixel. A bizonyára sokak számára ismert Adam Sandler egyik filmje. Fantasztikusan visszaidézik a 80-as évek játékait, és tökéletesen bemutatják, hogy a 80-as évek játékaihoz képest a mi játékaink mennyire könnyűek. Projekt Almanak. A film home videószerű stílusban készült, ami már alapvetően megérdemli, hogy ez a film a negyedik helyre kerüljön. Az meg csak fokozza a dolgot, hogy maga a film az időutazásról szól, realisztikus és megvalósíthatónak tűnő formában. Szilíciumvölgy. Talán az egyik legjobban kedvelt sorozatom. Főleg azt tetszik benne, hogy számítástechnikáról szól a film, és mivel én nagyon szeretem a számítástechnikát, ezért számomra ez a film megérdemli a negyedik szinten lévő helyet. Meg hát persze azért is, mert Örlik kirakta a farkát a tárgyalóasztalra, mert hát ő megteheti. Kamuzsaruk. A filmben egyszerűen annyi balfasság fedezhető fel, hogy az már fáj. És a legvégén azt tetszett a legjobban, hogy az egyikőjük tényleg beállt rendőrnek, de azért tényleg merész húzás volt beszólni a maffiának, nem de? A védelmező. A főszereplő karaktere egyszerűen fantasztikus. Furcsa módon én nekem is sokat járt a fejemben egy ilyen karakter kinézete, és amikor rátaláltam erre a filmre, leesett az állam. Az az eltökéltség, hogy én most leülöm az egész orosz maffia csapatot. És most következzen a harmadik szint. Itt már közelítünk a fekete lyukunk belseje felé. Megszűnik minden általunk ismert fizikai törvény. És abban a pillanatban, hogy elkezdjük ezt az öt filmet felsorolni, befejezem a misztikus beszédet, ugyanis ez még csak a harmadik szint. Horrorra akadva 5. Ezen a filmen szinte megállás nélkül rögtem. Az a sok baromság, amit összehordtak benne, és amikor a medence takarító gépek buliznak, olyan felemelő érzés. Agyas és agyatlan. Hihetetlen, hogy hogyan találnak ki ennyi perverz és undorító dolgot egy filmbe. De számomra annyira tetszett, hogy megérdemli a harmadik szintet. Utazók. Egy nemrégiben kijött film, ami nagyon elnyerte a tetszésemet. Ehhez hasonló esetről is mindig álmodoztam, fejbe azzal a címmel, hogy mi lenne, ha? Erre valaki megvalósította nekem. Köszönöm szépen! Interstellar. Számomra az egyik legjobban tetszett film. Minden olyat tartalmaz, ami engem érdekel, és a hanghatások azok, amik igazán érdekessé teszik ezt a filmet. The Martian. A film a Marson játszik, ami már önmagában tetszik nekem. Bemutatja a megélhetési módokat, és ezen felül még vicces részek is vannak benne, ezért nálam megérdemli a harmadik szintet. 21 film megvolt, 4 film maradt. A hihetetlen négyes, a rettegett filmek, amitől becsokiztam. Az utolsó két szint közötti különbség olyan csekély, hogy szinte már-már el is kezdhetnék akár. Úgyhogy következzen a második szinten lévő 3 film. A 3 rettegett filmből az első. Wall-E. Wall-E karaktere nagyon meghatott engem. Általában, ha van egy film, ami hihetetlenül megtetszik, egyszerűen ráállok, és heteken keresztül minden nap megnézem azt a filmet, hogy a fejembe rögzüljön. És bár a film kiadás után kb. 8 évvel néztem meg először, végül ezt a filmet is heteken keresztül néztem. A karaktere, a történet, minden benne volt, amit én szeretek, és amire valaha vágytam. Erről a filmről is van kis videóm, amit természetesen majd linkelek. Szóval ez a film nálam még mindig repeszt. Gratulálok a készítőknek! Következő... A Verdák. A film már az első részétől tetszett nekem. Főleg akkor nyert erre a tetszésemet, amikor észrevettem, hogy szinte számtalan felnőtt utalás van benne, amiről még külön videó is készült. Ezt természetesen megosztom a leírásba. Sajnos a Verdák többi részében nem voltak már ilyen utalások, vagy csak még nem fedeztük fel őket, de ha megengeditek, most én is bevágnék egy utalást, ami kimaradt a linkelt filmből. Szívecském, a váltod majdnem a betonig ér. Mert végre nem verem be minden lyukba. Akkor elmegyünk egy körre, bébi. Ahogy mondod. Ke? Ha elakadnék, ne habozzon beakasztani és meghúzni, drágám. Gondolom ezt nem kell részleteznem. A film igazából a harmadik részével került fel igazán a második szintre, mivel egyrészt most jött ki a harmadik része, másrészt meg azért, mert ez a rész is nagyon szuper lett. És végül, de nem utolsó sorban, Így neveld a sárkányodat. Hetekig nem tudtam leszállni erről a filmről, és igazából ez a film indította meg az érdeklődésemet a DreamWorks felé. Fantasztikus, kész. Nem tudok róla mást mondani. Hát srácok, elérkeztünk a videónk végéhez, vagy nem. Ugyanis van az első szint, amin csak egy film szerepel. Ez a fantasztikus film, ami a mai napig kísért engem, nem más,
mint a Paranormal Activity. Ami a legjobban tetszik ebben a filmsorozatban, az a home video hatás. Mintha a család felvette volna a történteket, és valaki összevágta volna a felvételeket. Az meg még csak pluszba rátesz, hogy semmilyen egyéb utólagos hanghatás nincs a filmbe, és ez teszi igazán hangulatossá. De én akkor estem hanyatt igazán, amikor megtudtam, hogy az összes epizód egymásba fonódik. Én már nagyon várom a következő részét. Hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Véleményeket lehet mondani a komment szekcióban, amíg még van komment szekció. Sziasztok!